Csak négy. Szóval, hadd mondjak pár szót az angol beszélőknek. If you're here and you need translation, we won't have translation tonight from the radios because we have a guest speaker and she's gonna speak in English, so you won't need translation. So you don't need to look for Anima. So you can stay during the concert where you are, and then you're just gonna miss the announcements, and I think that's okay. Jól van. Imádkozzunk egyet, aztán bandék foglak dicsőíteni. Ma hoztak egy meglepetést is, még én sem hallottam mi az, de ma meghalljuk. Hegedülni fog a bandi. Jól van, imádkozzunk. Mennyi atyám, mi köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadba, Uram, hogy láthatjuk az arcodat. Uram, hogy te közöttünk vagy, és én köszönöm, Uram, azt, hogy te egy jó Isten vagy. Egy Isten, aki szeretsz bennünket, úgy, hogy vagyunk minden gyengeségünkkel és minden hibánkkal együtt. És Istenünk, Uram, a te jóságod és a te kegyelmed olyan nagy, a te erőd olyan hatalmas, és mi emberek annyira hozzá sem mérhetjük magunkat ahhoz, amit te vagy, Uram. Uram, mi úgy jövünk ide hozzád, hogy szükségünk van rád, hogy lelki szegények vagyunk, emberek vagyunk, akik nem hoztak neked nagy ajándékokat és nagy áldozatokat, hanem akik egyszerűen hozták saját magukat. Hoztuk a problémánkat, hoztuk a félelmeinket, hoztuk gyengeségeinket, hoztuk a bűneinket is, Uram, hitetlenségünket. De, Uram, eljöttünk, annyi hitet gyakoroltunk, hogy eljöttünk, és itt vagyunk előtted. És, Uram, mi köszönjük azt, Uram, hogy te a gyenge emberek Istene vagy, az embereké, Uram, akik nem mindentudóak, akik nem hatalmas erejűek, nem sokszor azokat hívtad el, Uram, akik bolondok, nem a bölcseket, akik szegények, nem a gazdagokat, a semmiket, Uram. És Uram, mi köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk, és te szívesen fogadsz bennünket. Köszönjük, Uram, hogy neked jó terveid vannak, és én imádkozom azért, hogy találkozz ma velünk itt. Kérlek, Istenem, hogy mindegyikünk hadd ismerjen meg ma este még jobban, és a szívünk megnyugodjon előtted, Uram. Meglásson belőled valami olyat, amit még eddig soha. Ez az én kérésem, hogy ma este hadd értsünk meg valamit belőled, amit eddig nem értettünk. Hogy hadd lássunk meg valamit, amit eddig láttunk, de hadd lássuk meg azt ma még mélyebben. A te szeretetedet, a te kegyelmedet. Mi imádunk téged és magasztalunk, Uram, mert te vagy jó Isten, te vagy bölcs Isten. Legyen téd minden dicsőség. Amen. Amen. Gyertek be, és dicsőítsünk. Thank you.
dicsőség királya jön. Hatalmat öntözette, szívünk úgy vágyódik rád, jöjj győzelmes Úr. S meglátsz minden szem, ahogy büszkén visszatér. Földi gazdagság, több mint akármelyik barátom, szívem titkos álmait ő tudja jól. Betölti minden szükségem, teljes életet élhetek benned, során szerelme mindennél többet ad. Karjaid tartanak, tudom, sosem engedsz el.
sem engedsz el. Karjai tartanak, tudom, sosem engedsz el. Te alkotod a napfényt, az ide oldat. Te adtál nekem életet, téged áldalak. Uram, szeremet sohasem múlik el. Ez a szeretet tartja az életet. Szeremet sohasem múlik el. Se
szemben, mikor futnom kell, benned bízom, többé nem félek soha. Mert most már értem, nincs több hátra ad, te végleg győztél, réged ölt a had, benned bízom, ha s többé nem félek soha. Atyám, köszönöm, hogy te hűséges Isten vagy. Köszönöm, Uram, hogy te rád helyezhetjük az életünket, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te azt ígérted, hogy nem hagysz el minket. Hogy, Uram, ha mi hűtlenek volnánk, te akkor is hű maradsz. Köszönöm, Uram, hogy aki benned bízik, az nem szégyenül meg. És ezért, Uram, mindenkiért imádkozom, akit problémákkal küzdünk. Kérlek, vedd le rólunk a terhet. Segíts nekünk, Uram, rád helyezni a gondjainkat. Köszönöm, hogy hűséges Isten vagy. Uram, hozzád akarjuk emelni a lelkünket most.
gondolj rá, szeretettel, mert jóságod végtelen, szeretettel, szeretettel, gondolj rá, szeretettel, mert jóságod végtelen. We'll be right back.
szívem miért, csak te légy a fény, végy birtokodba teljesen, Uram, a szívem felé, kinyújtja a kezét, hogy átöleljen teljesen. Uram, te ismersz, látod szívem, ezerszer elbuktam, mégis szerettél, jelenléteddel körülveszel minden idő. We'll be right back.
zajló keresztednél, itt folyt ki a drága vér, nincs milyennél többet ér. Megnyitottad a szentét, semmilyen nem választ már. Meghajlok keresztednél, itt folyt ki a drága vér, nincs milyennél többet ér. Értem, győzted le a sír, megnyitottad a szentét, semmilyen nem választ már. Az utolsó dal az egy olyan dal lesz, amit nem ismertek. Az Isten hűségéről szól leginkább számomra. Remélem, hogy áldás lesz számotokra. Istenem, jövök hozzá, mert te vagy, kinél élet vár. Tudom, sokszor elestem már, de te mindig felemelsz. Nem félek, értem most már, nálad minden nap új kezdet vár. Csak elbuknék, nem félek már, mert te mindig felemelsz. Istenem, hová mehetnék kegyelmed nélkül elveszni? Mikor elbuktam, te ott voltál, nem hagytál el, te vágtál ránk, és a mélyből hozzád kiáltva. Yeah.
És hogy itt vagyunk előtted ma este, drága Istenünk, tényleg magasztalunk és meghajlunk a keresztednél, Uram. Tényleg, Uram, annyira elképesztő, hogy van a kereszt egyáltalán. Létezik egy hely, ahol az emberiség minden problémája, az emberiség minden átka, az emberiség tragédiája megoldódott. Egy hely, ahonnan kezdve minden megváltozott. Egy hely, ami minden reményünknek a forrása. Egy hely, ahova jöhetünk, Uram. Te kereszted, Uram. A bűnök bocsánata van, ahol reménység van, ahol egy kegyelmes Isten van. És mi köszönjük, hogy egy hűséges Isten vagy, ahogy énekeltük ebbe a dalba. Egy hűséges Isten. Egy Isten, akiben reménykedhetünk. Egy Isten, aki nem változik felénk, még akkor is, hogyha elesünk, ha elbukunk, Uram. Mi köszönjük ezt, Uram. És várunk rád ma este, hogy szólj hozzánk. Kérlek, Uram, hogy taníts bennünket. Nyisd meg a szívünket Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Még egyszer mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk, azokat, akik néznek bennünket valamelyik másik városból, másik országból, titeket is üdvözlünk, Isten áldjon titeket. Hadd mondjak pár szót az angolul beszélőknek. If you need translation and you are looking for the translators, it's not a mistake that you don't find them, because we won't have translation from the back tonight, because we have a guest speaker, an English speaker, guest speaker, so you won't need translation. Radios. Egy-két bejelenteni valót hadd mondjak el. Az első bejelentés az az, hogy december 10-én és 11-én lesz egy színdarab, csütörtök este és péntek este, mind a kétszer ugyanaz a színdarab, ezt már játszották itt nálunk, a Messiás Thriller néven. Ez egy nagyon jó kis színdarab, az autonóm gyülekezetből csinálták meg jó páran, a Bazár című színdarabnak a csapata csinálta ezt is, az Jézus életéről szól, elég evangelizáció jellegű. Én láttam, jó minőségű, tényleg egy jó kis darab, és érdemes megnézni. Szóval, hogyha szeretnétek eljönni erre a darabra, ez itt kerül bemutatásra december 10-én és 11-én, jegyeket kin lehet venni 500 forintért az információs asztalnál. December 20-án nem lesz itt vasárnapesti alkalom, viszont aznap délelőtt lesz egy közös karácsonyi alkalom a kongresszusi központba, ahol mindenkit szeretettel várunk reggel 10 órára. Nagyon nagy és nagyon jó alkalom lesz, össznépi nagy karácsonyi istentisztelet, ahol mindenféle népek ott lesznek. És aznap este pedig a Golgota Gospel Kórus fog koncertet adni, és arra is lehet jegyet venni. Minden alkalmon kivéve vasárnap este után, azért mert most már egy külön nyomtató rendszerük van, amiket nem állítanak föl vasárnap este, viszont bármelyik más alkalmunkon lehet jegyet vásárolni, meg online a golgotagospelkórus.hu weblapon. Golgotagospel.hu weblapon. www.golgotagospel.hu 27-én pedig, szóval aznap nem lesz vasárnap este, 27-én pedig lesz az év utolsó vasárnap este, ami egy nagyon különleges közös alkalom lesz, amire mindenkit szeretettel várunk. Ez az alkalom tényleg egyedi lesz. Nem lesz tanítás, viszont dicsőíteni fogunk, imádkozni fogunk, és ezt az alkalmat úgy neveztük el egymás között, hogy koinónia, ami a Bibliában a közösség szó. A közösségnek egy olyan különleges megélése, ami az Isten lelkében való közösség. És imádkozni fogunk úrvacsorát venni, fogunk egymásért imádkozni különböző dolgokba, lesz lehetőség betegségekért kérni imákat, az Isten lelkének betöltéséért, imádkozhatunk egymásért, ez egy nagyon jó alkalom lesz, már nagyon várjuk. Szóval ez meg 27-én lesz. Ma este pedig egy különleges vendégtanítónk van, egy hölgy, lehet, hogy erre fölhorkannak egyesek. De nincs megírva a Timóteus, egy Timóteusból, hogy nem taníthat nő. Hát, erről szívesen elbeszélgetek majd valakikkel, de ez nem, mi nem azt gondoljuk, ez nem azt jelenti, hogy ma este nem tarthat itt valaki egy alkalmat, aki hölgy. De most nem megyek bele ebbe. Ha érdekel a téma, akkor szívesen beszélgetek utána bárkivel erről. De ma este egy hölgy vendégtanítónk van, akit Becky Pippertnek hívják. Is it right? Igen. Becky? Nem? Jól mondom. És itt van a férje is. Ők
őnek egy nagyon érdekes szolgálata van, ő az egész világot utazgatja mostanában, és előadásokat tart arról, igazából két dologban lehetne összefoglalni a témát, ami az ő életének a szolgálata. Az az, hogy az emberek megismerik valójában, hogy végül is mi az az üzenet, amiben hisznek, és ezt az üzenetet hogyan tudják átadni. Ez a fő szolgálata neki, hogy ebben segítsen, hogy ezt megértsék az emberek. Ő írt egy könyvet, aminek a címe az az, hogy Out of the Salt Shaker. Ezt nem tudom, magyarra le lett fordítva? Nem lett lefordítva, de a világon 27 nyelv lett lefordítva, és több mint 1 millió példa. Mit mondtam? Lefordítva. 27 nyelv lett lefordítva, magyarra épp nem. És több mint 1 millió példányt adtak el, és ő még ezen kívül 9 másik könyvet írt, szóval egy híres író is, és azt mondta róla egyszer valaki, hogy ő az egyik legjobb keresztény kommunikátor, hát ezt már meglátjuk ma. És most 7 hónapja Európában él, és minden előadását európai emberek felé irányítja, és Európában tart előadásokat, és hát eljutott ma hozzánk is, ami az IFES nemzetközi szervezet, meg ennek a magyar ága Megdeszen keresztül volt lehetséges. Ahogy szoktam mondani, aki szeretne elmenni hamarabb, még mindig van lehetősége kiülni a szélére, kérünk benneteket, ha lehet az alkalom közben ne mászkáljatok, mert ez mindig fontos, tiszteletbe tartja azt, aki éppen megoszt. Ha tudjátok, hogy hamarabb el kell menni, akkor kérjünk, üljetek közelebb az ajtókhoz, vagy ki, és most fogadjátok nagy szeretettel Bekit, neki. Jó estét! All right. It is such a joy for me to be at Golgotha. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a Golgotában. I have several very dear friends that are in the audience, and they told me when I was invited here, you must go. Nagyon sok ismerősöm van itt a sorok között, és amikor meghallották, hogy ide jövök, akkor azt mondták, hogy mindenképpen jönnöd kell. I cannot begin to tell you the joy my husband and I have had worshiping the Lord with you. We're thinking about moving to Budapest. Now, I want to apologize. I have some kind of throat problem, so pray with me that the Lord will help me give you a message I really want to give you. Elnézéseteket kérem, de egy kis problémával küzdök, egy kis torokfájással, úgyhogy velem együtt imádkozzatok, hogy azt az üzenetet, amit el kell ma mondanom, azt meg tudjam veletek osztani. One of the questions that I am frequently asked by non-Christians in our travels is this. Az egyik kérdés, amit nem hívők gyakran feltesznek nekem az utazgatásaim során, az a következő. Once they discover I'm not only a Christian, but I do it for a living. Tehát amint rájönnek, hogy én keresztény vagyok, és ezt én komolyan gondolom, ebből élek. They usually say, Becky, in the end, does Jesus Christ really make a difference? A kérdés a következő, hogy Becky, ha mindent összevetünk, akkor tényleg Jézus... Does Jesus make a difference? Hogy tényleg Jézus Krisztus igazi változást hoz-e az életembe. What I want to say to you with every fiber of my being... Minden a teljes valómmal én a következőt tudom mondani. With all of the authority of the Word of God, és Isten igéjének a teljes tekintélyével, Jesus Christ makes the only difference that is possible. Jézus Krisztus hoz el egyedül olyan változást, egyedül egy teljesen valós változást az életünkbe. However, there is a condition that we must face in order to experience the transforming power of Jesus. De Jézus átalakító erejét, hogy ezt megtapasztaljuk, ennek érdekében nekünk egy feltételt teljesíteni kell, ezzel szembe kell néznünk. In order to experience the mystery and the miracle of the change that Jesus makes, ahhoz, hogy megtapasztaljuk azt a csodát és azt a misztériumot, amit ez a változás, Jézus által hozott változást tud hozni nekünk. You have to face the mess. Nekünk szembe kell néznünk
a rendetlenséggel, az űrzavarral. You can't experience the miracle unless you face the mess. A csodát nem tapasztalhatjuk meg, hogyha nem nézünk szembe az űrzavarral. What's the problem? Nem, mi a probléma akkor? According to the Bible, the problem is us. A Biblia szerint a probléma azok mi magunk vagyunk. The problem is the human heart. The problem is the problem of sin. Az emberi szív a probléma, az emberi szívben rejlő bűn a probléma. So I want to ask two questions. Úgyhogy két kérdést szeretnék feltenni most. Do you think our secular culture understands that the problem is sin? Vajon szerintetek a világi kultúra, ami körülöttünk van, az tisztában van a problémával, hogy ez mit jelent? Do you a bűnnel, hogy ez a probléma? Second question. A második kérdés. Do you think our church culture understands that the problem is sin? Szerintetek az egyház maga az felismeri, hogy a mi problémánk az maga a bűn? Okay, let's take the first one. Does our secular culture understand the problem? Nézzük a választ az első kérdésre, hogy vajon a világ körülöttünk megérti ezt a problémát. I think it is so clear that our secular culture hasn't a clue. Ez szerintem abszolút nyilvánvaló, hogy fogalma sincs a világnak körülöttünk erről a problémáról. They can list the problems of society. Maga a társadalom problémáját bármikor listázni tudják nekünk. But they will never tie our social problems to the internal problem of sin. De a társadalmi problémákat soha nem kapcsolják össze a bűnnek a problémájával, ami pedig belső probléma. Consequently, we live in this strange age. Ennek megfelelően mi egy különös időket élünk most. Where people think they're basically wonderful people, amikor az emberek úgy gondolják, hogy összességében ők csodálatos emberek, who occasionally do bad deeds, akik időközönként néha rossz dolgokat tesznek. The second question, do we live in a church culture that understands the problem? A második kérdés ugye az volt, hogy vajon mi olyan gyülekezetben, egyházban élünk-e, amely tisztában van ezzel a problémával, a bűn problémájával. I believe our secular culture's denial of the problem has affected the church far more than we realize. Én úgy hiszem, hogy a világ elutasítása, mint a bűnt, tehát hogy ezt elutasítja, ez sokkal jobban megfertőzte az egyházat és a gyülekezetet, mint amennyire mi azt fel tudjuk mérni. I was doing several years ago, I was doing some graduate work at Harvard University in Boston. Több évvel ezelőtt Bostonban a Harvard Egyetemre jártam, ott folytattam tanulmányokat. I was taking a graduate level class in psychology. És pszichológiát tanultam. And the professor said, I want you to break up into small groups and share your problems with each other. A professzor azt kérte tőlünk, hogy kis csoportokra bomoljunk fel, és beszéljük meg, hogy milyen problémáink vannak. And then I want you to share how the psychological principles we've been studying can meet these problems. És azt is kérte, hogy azok a pszichológiai alapelvek, amiket megtanultunk órán, azok hogy tudnak a problémáinkra választ adni, hogy ezeket is nézzük át. The honesty with those students at Harvard shocked me. Ledöbbentett engem, hogy mennyire őszinték voltak ott a csoportokban a diákok. They were very open about their struggles and problems. Nagyon is nyitottak voltak, hogy milyen küzdelmeik és problémáik vannak. But what was very touching is no one knew where to go to get help. De ami nagyon megérintett, az volt, hogy senki sem tudta, hogy hova forduljon a problémájával, és honnan kap választ. I left class that day and went to a Christian Bible study. Aznap az óra után elmentem egy Biblia órára is. The difference between my secular psychology class and my Christian Bible study could not have been more dramatic. Tehát nem is lehetne leírni, hogy milyen nagy volt a különbség az én világi órám, pszichológiai órám és a Biblia órám között. Would you like to know why? Szeretnétek tudni, hogy miért, hogy mi volt ez a nagy különbség? Because no one in my Christian Bible study ever acknowledged they had a problem. Az én Biblia órámon senki nem volt, aki elismerte volna, hogy nekünk vagy neki problémája van. I heard very sincere praising of the Lord. Én nagyon komoly Isten dicséreteket hallottam ezen a Biblia órán. But no one was willing to share a problem. De senki nem volt hajlandó arra, hogy megossza a másikkal a problémáját.
As I walked out of the Bible study, I said, Becky, what's the difference between your secular psychology class and your Christian Bible study? Ahogy elhagytam ezt a Bibliát, azon gondolom, föltettem magamnak a kérdést, hogy Becky, mi a különbség itt a te világi pszichológia órád meg a e között a Biblia óra között? And I realized it was this. És rájöttem a választra, rájöttem a különbségre. My secular psychology class had all the problems and none of the answers. A világi pszichológia órámnál ott volt az összes probléma, minden feltárult, de egyetlen egy válasz sem jelent meg. My Christian Bible study had all the answers, but none of the problems. A keresztény Biblia órámon viszont ott volt az összes válasz, elérhető volt, de egy darab probléma sem merült fel. Do you know what it sounds like when you speak like you have all the answers, but none of the problems? Tudjátok, hogy hogy hangzik az, amikor úgy beszélsz, hogy neked megvan az összes válasz mindenre, de egy darab problémát sincs. In America we say it sounds like happy talk. Amerikában ezt úgy mondjuk, hogy ez a minden kielégítő ilyen nem hihető beszéd. It doesn't ring true because it's a form of denial. Tehát egyszerűen nem hangzik hihetőnek és elfogadhatónak, mert ez egyfajta megtagadása a valóságnak. If I had asked one of the members of the Bible study, is it really going so great? Hogyha föltettem volna a kérdést a Bibliaórán bárkinek, hogy tényleg minden ennyire rendben van nálad? I think she would have said, in some areas I'm doing very well, but in other areas I'm not doing so well. Tehát valószínűleg azt a választ kaptam volna, hogy bizonyos területeken nagyon jól mennek a dolgaim, nagyon jól vagyok, bizonyos területeken meg kevésbé mennek olyan jól a dolgok. Oh, just a minute. Egy pillanat. Pray. Imádkozzatok. But I'm afraid it's unspiritual to admit it. De attól félek, hogyha én ezt beismerném, akkor ez nem lenne lelki. My worry is that for Christians, is we seem to act like it's a sin to admit that we're sinners. Az én aggodalmam a keresztények felé az, hogy mi félünk beismerni azt, és úgy gondoljuk, hogy az bűn, ha beismerjük azt, hogy van valami problémánk. Now that is crazy in light of the cross. Ezt a kereszt szemszögéből nézve ez őrültségnek tűnik. The cross reveals our secret is out. Our secret has been revealed. Mert a kereszt az a mi titkunkat elárulja az egész felnek, mindenkinek megmutatja. If Jesus died, it means we've got a problem. Ha Jézus meghalt, akkor az azt jelenti, hogy nekünk van problémánk. The Bible says we cannot benefit from the cure unless we understand the nature of the disease. Tehát a Biblia azt mondja, hogy nem tudjuk a gyógyítást magunkévá tenni, nem tudunk abból részesülni, hogyha nem ismerjük el a betegséget magát. So where do we go to understand what's wrong with us? Tehát hova megyünk akkor, hogy megértsük azt, hogy mi is a gond velünk? We go to the cross. A kereszthez megyünk. I want you to get two ideas in mind when I speak about the cross. Amikor a keresztről beszélek, akkor szeretném, ha két gondolat ott lenne folyamatosan a fejetekben. Here's the first idea. A következő az első. Jesus died and we crucified him. Jézus meghalt, és mi feszítettük őt keresztre. Here's the second. A második. Jesus died and we were crucified with him. Jézus meghalt, és mi vele együtt feszítettünk meg a kereszten. We crucified him, and yet we were crucified with him. Tehát mi feszítettük őt keresztre, de ezzel együtt mi is keresztre feszítettünk. All right, let's take the first one. Jesus died, and we crucified him. Nézzük az elsőt, hogy Jézus meghalt, és mi feszítettük meg a kereszten. In Acts chapter 2, verse 23. Az Abcsek 2-ben, 23. versben ezt olvassuk. Do you want to read it? Tehát, hogy Jézus volt az, aki Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda a keresztre. A pogányok keze által felszegezték és megölték. Okay, so what does that mean that we crucified Christ? Mit jelent akkor ez pontosan, hogy mi feszítettük meg Krisztust? Several years ago I was speaking to a very large group. It was thousands of people
And afterwards I was signing some of my books. Több évvel ezelőtt egy nagyon nagy hallgatóság előtt beszéltem, és mi több ezer ember előtt, és a beszéd végén odajöttek hozzám emberek, mert autogramokat osztogattam a könyveknek, amit írtam. A woman comes up and begins weeping. Odajön hozzám egy hölgy, és elkezd sírni. She was so upset that I took her to a private room so she could share her story. Annyira feldúltnak tűnt, hogy félrevontam őt egy félreeső szobába, hogy ott el tudjam mondani nekem, hogy mi a baja. She said, Becky, 10 years ago, my then fiance and I were the youth leaders of a large church. Elkezdtem mondani nekem a történetet, hogy Becky 10 évvel ezelőtt az akkori vőlegényem és én a gyülekezetünkben az ifjúsági csoportot vezettük. He is now my husband. Mostanra ő már a férjem. But when we were the youth leaders of the church, everybody loved us. De amikor mi ott voltunk, mint ifjúsági vezetők, akkor mindenki szeretett minket. The parents loved us because we were helping the kids stay out of moral temptation. A szülők nagyon szerettek minket, mert segítettünk a gyerekeknek, hogy a kísértéseiken felül tudjanak kerekedni. And the young people loved us because we were leading them to the Lord. És a fiatalok is szerettek minket, mert az Úrhoz mutattuk meg nekik az utat. She said, "What I'm about to tell you, I've never told anyone else other than my husband." És akkor azt mondta, hogy amit most veled megosztok, arról senki nem tud, senkinek nem mondtam el, egyedül a férjem tud róla. During our last year of engagement, we began to have sexual relations. Az eljegyzésünk utolsó évében lefeküdtünk egymással. A vőlegényemmel. You can't imagine the moral conflict we felt being the youth leaders of these kids and knowing that we were falling into sin ourselves. Nem tudod elképzelni, hogy milyen erkölcsi konfliktust okozott ez bennünk a vőlegényemmel, hogy mi voltunk a vezetői a fiataloknak, és pontosan ebben a bűnben éltünk, abban éltünk benne, ami ellen mi felszólaltunk a fiatalok életében. Then we discovered I was pregnant. És ekkor volt az, amikor felfedeztük, hogy terhes lettem, teherbe estem. For us to go to the church and tell them our situation was unthinkable. Tehát egyszerűen el sem lehetett volna azt képzelni, hogy odaállunk a gyülekezet elé, és elmondjuk nekik, hogy mi az igazság. To be honest, it was my pride. I couldn't bear that they would know that my walk and my talk were so different. Hogy őszinte legyek, igazából a büszkeségemről szólt ez az egész, hogy nem mertem felvállalni azt, hogy amiről beszélek, az nincs összhangba azzal, amik a cselekedeteim, az életem. So we did the only thing we felt was an option at the time I had an abortion. Úgyhogy azt az egy dolgot választottuk megoldásként, ami úgy tűnt, hogy az egyedüli abban az időszakban, az pedig az, hogy abortuszom. I had an abortion about 3 months before my wedding day. Tehát körülbelül a házasságkötésem előtt 3 hónappal történt meg az abortusz. My wedding day was the worst day, second worst day of my whole life. Életem második legborzasztóbb napja az maga az esküvőm napja volt. I was walking down the aisle and everybody was looking at me smiling. Ott vonultam a templomban, és mindenki csak engem nézett, és mindenki mosolygott rám. And do you know what I was saying to myself as I walked down the aisle? De tudod, hogy mi volt a fejemben? Milyen kérdést tettem fel magamnak, amint ott vonultam a templomban? You're a murderer. Te gyilkos vagy. You have murdered an innocent life. Megöltél egy ártatlan életet. And they all may be looking at me and smiling sweetly, but God knows and I know who I really am. De mindenki lehet, hogy itt körülötted kedvesen mosolyog rád, de igazából te és Isten tudja igazán, hogy ki vagyok. She said, Becky, it's been 10 years. Becky, ez 10 évvel ezelőtt történt. My husband has experienced the forgiveness of the Lord. I don't know where to go with my guilt. Azt mondta nekem a hölgy, hogy a férjem az megtapasztalta már a megbocsátást, de én nem tudok hova menni a bűntudatommal. She said, I keep saying to myself, how could you have done it? How could you have murdered an innocent life? Folyamatosan ezt kérdezem magamtól, hogy tehetted ezt? Hogy tudtál kioltani egy ártatlan életet? She was so desperate that I silently prayed, Lord, give me a word for her. I don't know what to say. Annyira kétségbe esett volt, hogy elkezdtem imádkozni magamba, és azt kértem az Urat, hogy Uram, adj nekem valamit, amit mondhatok neki. Fogalmam sem volt, hogy mit lehet ebben a helyzetben mondani.
Immediately I felt the Holy Spirit give me a word for that woman. És ebben a pillanatban, tehát ahogy ezt így elmondtam, egyből éreztem, hogy a lélek megadta nekem azt, hogy mit kell megosztani ezzel a hölgyel. The only problem was I didn't want to say it. Az egyedüli probléma ezzel az volt, hogy amit hallottam, azt nem igazán akartam kimondani a hölgy fele. So I said, "Thank you so much, Lord. I'm just wondering, do you have another word?" És így az Úrnak válaszoltam, hogy nagyon köszönöm, Uram, hogy ezt mondtad, de esetleg lehetne valami más, nincs valami más, amit megoszthatnék? I think I'm gonna pass on the first word. Na, azt hiszem, az első választ így most kihagynám, azt nem adom tovább. But nothing came, and so I took a deep breath. De semmi más nem kaptam az Úrtól, úgyhogy vettem egy mély levegőt. Hoping I had heard from the Lord. És reméltem mindeközben azt, hogy ezt az Úrtól vettem el, tőle kaptam. Now remember, she is weeping and saying the same thing over and over again. How could I have been capable of murdering an innocent life? Ne felejtsétek el, hogy mindeközben ő ott volt és sírt, és ugyanazt hajtogatta. Azt mondta, hogy hogy lehetett az, hogy én kioltottam egy ártatlan életet. I said, "My dear sister, I don't understand why you're so surprised." Odafordultam hozzá, és azt mondtam, hogy kedves testvérem, én nem tudom, hogy te miért vagy ennyire ezen meglepődve. Because this isn't the first death of an innocent that you are responsible for. It is your second. Mert igazából nem ez az első ártatlan vér, ami a te kezedhez tapad. Ez már a második. The cross shows all of us as crucifiers. A kereszt azt mutatja, hogy mindannyian gyilkosok vagyunk. Aborters or non-aborters. Attól független, hogy abortuszunk volt vagy nem. Religious or atheists. Hogy ateisták vagyunk vagy vallásosak. All of us are responsible for the death of the only true innocent who ever lived. Mindannyian felelősek vagyunk annak az egy valakinek a haláláért, aki az egyedül igaz ártatlan ember volt. Now it wasn't murder because Jesus gave his life as a gift. Tehát ez nem volt úgy gyilkosság, mert hogy Krisztus saját maga adta oda az életét. But do you think there is any sin you have committed that didn't nail Jesus to the cross? De gondolod, hogy van olyan bűn, amely nem volt ott, ami odaszögezte a kereszthez Jézust? Martin Luther says, Luther Márton azt mondta, "We carry his very nails in our pockets." Mi azokat a szegeket, ami odaszögezte a keresztre, ott hordozzuk a zsebeinkben. So if you are responsible for the death of the only innocent who ever lived, hogyha te felelős vagy az egyetlen igaz ártatlan ember haláláért, why are you so surprised that you could be responsible for the death of a lesser innocent? Akkor miért csodálkozol azon, hogy te felelős vagy egy kevésbé ártatlan élet kioltásáért? I'm surprised that you're surprised. Meg vagyok lepődve, hogy te meg vagy lepődve. For the first time she stopped crying. Ez volt az a pillanat, amikor először abbahagyta a sírást. She said, "You are right. My sin nailed Jesus to the cross." Azt mondta nekem, igazad van, az én bűnöm az, amely odaszegezte Krisztust a keresztre. And I have just realized something. I have felt more guilt over the death of my own son than the death of God's son. És azt mondta nekem, hogy most fedeztem fel, hogy sokkal nagyobb bűntudatom volt a fiam életének kioltása felett, mint a felett, hogy Krisztust odaszegeztem a fára. But then she said, "But Becky, if the cross shows me that I am responsible for the death of Christ, that I am responsible for the worst thing that any human being could ever do." Azt mondta nekem Becky, hogy ha a kereszt azt mutatja, hogy én vagyok a felelős Krisztus haláláért, akkor valójában én vagyok a felelős a legborzasztóbb dologért, amit ember elkövethet. And that has been forgiven. Then how can anything else not be forgiven? És hogyha ez a legborzasztóbb dolog már megbocsátatott nekem, akkor hogy ne bocsátatna meg bármi más is? She looked at me and said, "Oh Becky, talk about amazing grace." Rám nézett és azt mondja, "Ó Becky, micsoda lenyűgöző a kegyelem." I saw a woman transformed by understanding the cross for the first time. És ekkor láttam azt, hogy mit jelent, hogy a kereszt üzenete valaki teljesen átváltoztatott. The paradox of the cross is this. A kereszt paradoxon az a következő.
It's a cross that insists on highlighting our evil, our sin, in order to leave us absolutely no doubt that we have been forgiven. Tehát a kereszt folyamatosan a középpontba helyezi és reflektorfénybe állítja, hogy mi a probléma velünk, hogy ne tudjuk egyáltalán eltitkolni és azt és megtagadni. The cross obeys the deepest law of acceptance. The deepest law of acceptance, of being received. The cross obeys? The cross, yeah. You don't have to say obey. The cross demonstrates the deepest law of acceptance. Tehát a kereszt az, amely bemutatja nekünk az elfogadásnak a legmélyebb voltát. In order to know I've been accepted, I have to know I've been accepted at my worst. Tehát ahhoz, hogy tudjam, hogy én el vagyok fogadva, tudnom kell, hogy a legrosszabb állapotomba lettem elfogadva. That means that none of us can say, oh, I know God says he's love, but if he really knew me, he wouldn't say it. Ez azért fontos, mert egyikünk sem mondhatja azt, hogy ó, igen, tudom, hogy Isten szeret, de ha igazán ismerne engem, akkor ez mind nem lenne rám érvényes. The message of the cross is, oh, I know you. I know you, and you're in worse shape than you even know, and it's going to be all right. A kereszt azt mondja nekünk, hogy de igen, én nagyon is ismerlek téged, és sokkal rosszabb állapotban vagy, mint ahogy te azt magadról elképzeled, de ettől függetlenül minden rendben lesz. If God is willing to forgive us for the death of Jesus, hogyha Isten hajlandó megbocsátani nekünk Krisztus halálát, do you think you have any other sin that could ever be worse than that? Akkor gondolod, hogy van bármi más bűn, ami ennél rosszabb lehet? We run to the cross freely confessing our sins every day because God's solution is so wonderful. Mi oda rohanunk a kereszthez, és tudjuk, hogy ott bocsánatot kapunk, mert tudjuk, hogy ott van Istennek a csodálatos megoldása. Jesus died, we crucified him, there is nothing that cannot be forgiven through repentance and faith. Jézus meghalt, mi szegeztük őt a keresztre, semmi nincs, amit nem bocsátana meg Isten, hogyha mi a bűnbocsánatát kérjük. Let's take the second idea. Jesus died and we were crucified with him. Nézzük meg a második dolgot, amit mondtam, hogy Krisztus meghalt a kereszten, és mi vele együtt keresztre feszítettünk. In Galatians 2:20, Paul says, I have been crucified with Christ, nevertheless I live. A Galata 2:20-ban ezt mondja Pál, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. All right, the question we have here is, what is so wrong with us that Jesus needed to die? A kérdés felvetődik, hogy mi az, ami annyira rossz lehet bennünk, velünk, hogy Krisztusnak meg kellett halnia. The world is going to say to us, well, I'm not that bad. A világ azt fogja mondani, hogy hát én nem vagyok olyan rossz. I don't rob banks. Mert én nem rabolok bankokat. Or abuse children or steal money. Nem lopok pénzt, és nem használom ki a kisgyerekeket. Nem bántalmazom őket. We need to be able to communicate what is the problem for which Christ died. Nekünk képeseknek kellene elmondani, hogy mi az a probléma, ami miatt Krisztusnak meg kell halnia. I love how Ezekiel says what our problem is. Nagyon tetszik nekem, ahogy Ezekiel megfogalmazza, hogy mi a mi problémánk. Though you are a man and not a god, you keep trying to think the thoughts of God. Bár te ember vagy és nem Isten, mégis megpróbálsz Isten szerint istenien gondolkozni. Do you know what our problem is? Tudjátok, hogy mi a mi problémánk? Allow me to give you a Becky Pippert theological shorthand. Hadd kivonatoljam nektek Becky Pippert teológiáját ebben a témában. Our problem is we have a God complex. A mi problémánkat úgy hívhatnám, hogy Isten komplexus. We keep getting ourselves and God mixed up. Egyszerűen csak összekeverjük saját magunkat Istennel. We keep thinking we're in charge, that we're in control. Úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk mindennek az irányítója, mi vagyunk a vezérlője. Instead of bowing before a sovereign God, ahelyett, hogy egyszerűen csak meghajtanánk magunkat a mindenható Isten előtt, we make ourselves
self-appointed managers of God's universe. Mi kinevezzük saját magunkat, hogy mi vagyunk azok, akik irányítjuk Isten világegyetemét. And sin has left us addicted to ourselves. És a bűn hagyatéka az, hogy teljesen függünk saját magunktól. It's refusing to let God be God. Ez azt jelenti, hogy elutasítjuk azt, hogy Isten Isten legyen. Now here's the shock. És most jön a döbbenet. There's not a thing we can do about it. Nincs egy semmit sem tehetünk ez ellen. I can't give you four easy steps and say, follow these steps, and then you'll be centered in God instead of centered in yourself. Tehát nem nincs olyan, hogy azt mondom, hogy van négy lépés, egyszerű lépések, amiket ha megteszed, akkor már nem saját magad leszel a középpontban, és nem magadra irányul minden figyelmet, hanem Isten lesz életed középpontja. That is something only God can do, and that is what God did. Ezt egyedül Isten tudja a mi életünkbe létrehozni, és pontosan ez az, amit ő megtett. I love how the writer, the English writer C.S. Lewis describes this. Nagyon tetszik nekem, ahogy C.S. Lewis mindezt megfogalmazza. He said, Christianity isn't taking a horse and then giving the horse exercises so it can jump a little higher and then a little higher. A kereszténység nem arról szól, mint egy gyakorlatról, amit egy lóval végzel, hogy megpróbálod edzeni, hogy minél magasabbra és magasabb akadályt tudjon átvinni. That's moralism and legalism. Ez a törvényeskedés, és ez az erkölcsiség. Moralism and legalism might make us nice, but it doesn't make us new. Az erkölcsiség meg a törvényeskedés az lehet, hogy kedvesebbé tesz minket, de újjá nem teremt minket. Lewis says, no, Christianity is like doing an operation on the horse, doing surgery on the horse, so the horse can fly. A kereszténység arról szól, hogy megoperáljuk a lovat, hogy aztán a ló repülni tudjon. That is what the death of Christ means for those who love him. Ezt jelenti Krisztus halála azoknak, akik szeretik őt. He enables us to get out of this self-addicted state and to begin to live with God at the center. Ő az, aki képessé tud minket tenni, hogy a saját magunk függőségéből ki tudjunk lépni, és hogy Isten kerüljön az életünk középpontjába. Now, how do we learn to walk in light of the cross? Hogy tudunk mi a kereszt fényében járni akkor? I'm going to say two things. Két dolgot mondanék erről. Here's the first. Az első. Christians must own their sin. A keresztényeknek el kell ismerniük a bűnüket. We must day by day honestly confess our sins specifically, concretely. Naponta pontosan meg kell vallanunk a bűnünket. Pontosan azt jelenti, hogy nem mismásolva, hanem néven kell nevezni a bűnt, amit megvallunk. Because as Jesus was crucified for sin, so must we crucify sin. Mert ahogy Krisztus is keresztre feszítetett, nekünk is úgy kell a bűnünket a keresztre vinni, a keresztre megfeszíteni. But let me give you a real practical reason why it's so important to confess our sin daily. De hadd mondjak egy gyakorlati okot, hogy miért fontos az, hogy naponta megvalljuk konkrétan a bűneinket. Because we can't overcome what we refuse to admit. Mert nem tudjuk legyőzni azt, amit nem vallunk be, amiről nem veszünk tudomást. Now we come into a problem. De itt elérkezünk egy problémához. If what it means to be a Christian is we have the freedom to admit sin and the world doesn't. Tehát a keresztényeként azt jelenti, hogy nekünk megvan a szabadságunk arra, hogy elismerjük és beismerjük a bűnt, a világnak pedig nincs. What obstacle do we find often, not always, but what obstacle do we find in church culture that makes it difficult to admit our problems? Akkor milyen akadályba ütközünk, nem mindig, de azért néhányszor itt a gyülekezeten belül, az egyházon belül, ami miatt ezt nem tudjuk a bűnünket elismerni. It's what I call the heresy of politeness or keeping up appearances. Ezt én úgy hívom, hogy ez az akadály, ez a minden rendben van, kívülről ezt mutatomnak a tévtanítása. Have you ever met a Christian like this? Találkoztatok már ilyen keresztényel? Now that I know Jesus, I never have a problem. Aki azt mondja, hogy most, hogy Jézus ott van az életemben, nekem már nincs problémám. Jesus says, love your enemies, I don't have any.
A Jézus azt mondja, szeressétek ellenségeiteket. Nekem nincs ellenségem. I love everybody. Én mindenkit szeretek. Everybody loves me. És mindenki szeret engem. What's wrong with that kind of piety? Mi a gond az ilyen fajta hozzáállással? It's not rooted in reality. Nem a valóságban gyökerezik. It's disengaged from our humanity. Tehát semmi köze a mi emberi valóságunkhoz, emberi voltunkhoz. True holiness isn't pretending that we don't have a problem. Az igazi szentség az nem arról szól, hogy megpróbáljuk azt mutatni kifele, hogy minden rendben van. True holiness refuses to pretend that we don't have a problem. Az igazi szentség arról szól, hogy pontosan elutasítjuk azt, hogy mi valamilyen álarcot viseljünk. True holiness says, Lord, I am so sorry, but that sin of envy, pride, greed, lust, whatever it is, it's exactly what I'm struggling with. And I need your help to overcome. Az igazi szentség azt mondja, hogy Uram, nekem itt van ez a bűn az életemben, ez a testi vágy, ez a büszkeség, ez a harag. Uram, ezt idehozom hozzád, szükségem van a te segítségedre. I remember being in a Bible study one time, and there was a older Christian woman who was very sweet. But she never admitted ever having a problem. Emlékszem, hogy jártam egy bibliaórára, ahol volt egy idős hölgy, aki nagyon kedves, nagyon aranyos volt, de soha nem ismerte el, nem mondta azt, hogy neki problémája van. And one day the Bible study leader said, "What controls us that shouldn't? Because whatever controls us is our God." Tehát egyik nap az egyik biblián azt mondta a vezető, hogy föltette a kérdést, hogy mi az, ami kontrollál titeket. Mert ami kontrollál téged, az, ami igazán uralja az életedet, ami Isten szerepét átveszi az életedben. To our great surprise, this elderly woman raised her hand and said, I want to share my besetting, my biggest sin. Tehát nagy meglepetésünkre ez az idős hölgy fölemelte a kezét, és azt mondta, hogy szeretném megosztani veletek, hogy mi az én legnagyobb bűnöm. I thought I can't wait to hear what it is. Mindezek után gondoltam, hogy alig várom már, hogy kinyilvánítsa számunkra, hogy mi az. And she said, I just don't write enough letters to my precious friends. És azt mondta, hogy nem írok elég levelet az én kedves barátaimnak. That didn't exactly make me want to share my problems when igazából I heard that. Ez nem ösztönzött engem arra, hogy ezek után megosszam a saját problémámat ebben a körben. I wanted to say to her, my dear sister, that's why Jesus died? Úgy feltettem volna neki a kérdést, hogy kedves testvérem, ezért halt meg Krisztus a kereszten? The crucifixion, that seems like a rather stiff price to pay for not having enough stamps. Tehát az... Tehát ez egy elég kemény árat kell kifizetni ahhoz, hogy nincs elég bélyeg a borítékra. I am not saying that you run out and tell everyone in your Christian group your problems. I'm not saying that. Én nem arról beszélek, hogy most körbe kell rohangálni itt a keresztény barátok között és mindenkivel meg kell osztani a problémádat. But I am saying we must as a fellowship be characterized by an honesty about sin and the celebration of the grace of God to help us overcome. De nekünk, mint közösségnek, vagy minket, mint közösséget, azt kell, hogy jellemezzen, hogy mi mindannyian őszinték vagyunk a bűn tekintetében, és mindannyian örvendezünk, teljes szívvel örvendezünk a kegyelemben. You can't overcome what you refuse to admit. Nem tudod legyőzni azt, amit nem ismersz be, amiről nem veszel tudomást. Now, what's the second lesson from the cross? Mi a második dolog, amit megtanulhatunk a keresztből? We are free to love the unlovely. Mi szabadok vagyunk arra, hogy szeressük azokat, akik nem szeretetre méltóak. What I love about the cross is that it's level ground. Amit a kereszttel kapcsolatban nagyon szeretek az, hogy teljesen egyenlően elérhető mindenki számára. We all suffer from the same disease and we all need the same cure. Mindannyian ugyanattól a betegségtől szenvedünk, és mindannyiunknak ugyanarra a gyógyírra van szüksége. We can't pull away from non-Christians. A
we can't pull away, distance ourselves from non-Christians. Tehát nem lehet, hogy elhúzódunk más keresztényektől is, egy bizonyos távolságot teremtünk köztük meg köztünk. And say, I can't relate to you, you are such a sinner. I can't. He's talking to me as well. I'm sorry, it's just mixing it. Oh, sorry. You're not. You said from non-Christians. Non-Christians. Oh, igen, itt akkor egy kis tévtanítás volt. Tehát hogy. That's important. Correct. Tehát hogy nem tehetjük meg azt, hogy távolságot teremtünk a nem keresztények meg köztünk keresztények között. Exactly. Fontos volt. The cross shows us that we also carry his nails in our pockets. A kereszt azt mutatja nekünk, hogy mindannyiunk zsebében ott vannak a szegek, a kereszt szegei. Now, how do I apply this truth to my life? Én hogy alkalmazom ezt az igazságot akkor az életemre? Several years ago, I was invited to go to a luncheon for women who had just moved to that city. Néhány évvel ezelőtt meghívtak engem egy ebédre, amelyet olyan hölgyeknek rendeztek, akik éppen akkor költöztek abba a városba. I'm sitting at a table and in walks a woman that was, well, what would be the word? Quite stunning, we'll say that. Tehát ott ülök az egyik asztalnál, és egyszer csak besétál a terembe egy hölgy, aki azt tudnám mondani, hogy lenyűgöző jelenség volt, ahogy megjelent. She was probably the worldliest woman I had ever seen. Tehát valószínűleg a legvilágibb nő volt, akivel én valaha találkoztam. She had hair that came down to the floor. Tehát olyan haja volt, ami egészen a földig ért. She smoked little cigars. Kis cigarettákat szívogatott folyamatosan. And she, how do I say this delicately? És hogy megpróbálom szalonképesen megfogalmazni. Let's just say her clothes were rather provocative. Hogy a ruhái úgy mondhatnám, hogy eléggé kihívóan, tehát eléggé kihívóan öltözködött. Now one of the things my husband and I do all over the world is we try to help Christians learn how to share their faith. Ugye az egyik dolog, amit a férjemmel együtt teszünk, ugye ahogy járjuk a világot, hogy keresztényeknek megmutatjuk azt, hogy oszthatják meg a hitüket másokkal. And one of the things I say is we have to ask Jesus, give us your eyes in how you see people. Give us your heart in how you feel about people. És az egyik dolog, amit mindig mondok, és amit magam is kérek, hogy Uram, add meg nekem, hogy a te szemeddel lássam az embereket, hogy a te szíveddel érezzek feléjük. And I began to pray, Lord, pour out your love, fill me with your love and let it touch her. És láttam ezt a hölgyet, és elkezdtem imádkozni, hogy Uram, engedd meg, hogy a te szereteted átmosson engem, és így rajtam keresztül áradjon felé, hogy így tudjak hozzá viszonyulni, és ott szólni hozzá. Because there's a reason why she dresses this way and looks this way. Mert van oka annak, hogy miért öltözködik így, és miért néz ki ő így. It was an amazing thing, because as I prayed that prayer, the love of God would flow through. She started moving her chair closer and closer to me. Nagyon érdekes volt, hogy ahogy imádkoztam, és Isten szeretete kiáradt, egyre közelebb húzta hozzám a székét. We became very good friends. Nagyon jó barátok lettünk. She had never met a Christian. Ő előtte még nem találkozott keresztényel. Never been to church. És nem is járt soha gyülekezetbe. She was European. Európai. And európai származású. She was extremely intelligent. És nagyon-nagyon intelligens volt. And very wounded. És nagyon-nagyon megsebzett. One day she says to me, Becky, I've got a problem you don't know about. Egy nap odajött hozzám, és azt mondta nekem, Becky, nekem van egy problémám, amiről nem tudsz. I am married with little children, but I'm having an affair with a married man who also has little children. Nekem van férjem, és vannak gyermekeim, de van egy kapcsolatom is, egy házasságon kívüli kapcsolatom, egy nős férjel, akinek szintén van családja, vannak gyermekei. I want to leave my husband and marry him, but I don't want to leave my children. I don't know what to do. Tehát én szeretném elhagyni a férjemet, és együtt élni ezzel a férfival, de a gyermekeimet viszont nem akarom elhagyni. Nem tudom, hogy mit tegyek. Jesus calls us to respond to the world the way he did. Jézus arra hív minket, hogy úgy reagáljunk a világra, a világban levő emberekre, ahogy ő tenné. Jesus responded with a radical identification and love for people.
Jézus egy nagyon radikális módon visszanyúlt az emberekhez, és nagyon radikálisan mutatta ki a szeretetét feléjük. But he was also radically different. De nagyon radikális változást is hozott az életükbe. That's the tension that we have to live out, to be radically identified yet radically different. Tehát ez egy bizonyos fajta feszültséget okozhat, de nekünk ezt fel kell vállalnunk, hogy nagyon radikálisan kell képviselnünk mindazt, ami azt a változást, amit Jézus hozhat. Now, apart from Christians learning how to develop authentic friendships with non-Christians, tehát attól függetlenül, hogy mit jelent az, hogy keresztényként mi megpróbálunk kapcsolatokat, barátságokat kiépíteni nem keresztényekkel, igazi barátságokat. I believe one of the most powerful tools you can use is what we call seeker Bible studies. One of the most powerful tools with non-Christians is a seeker Bible study. It's a special Bible study? A seeker. It's a Bible study for non-Christians. Okay. Tehát, hogy az egyik leghatékonyabb módja, hogy a nem keresztényekhez közeledjünk, az az, hogyha egy ilyen kereső Biblia órába bevonjuk őket. You invite your non-Christian friend to take a look at who Jesus is in the Gospels. Meghívod a nem keresztény barátaidat, hogy nézzék meg veled együtt az evangéliumokban, hogy Jézus kicsoda. I want to tell you that I've been teaching Hungarian university students how to do seeker Bible studies. Tehát én magyar egyetemistákat tanítottam már arra, hogy mit jelent egy ilyen kereső Biblia órát létrehozni és levezetni. Right now we know of 10 Bible studies led by Christians for non-Christians. Go ahead. There are 10 studies going on right now. Most 10 olyan Biblia óráról tudok, ami ilyen úgynevezett kereső Biblia óra, amelyet keresztények vezetnek nem keresztények számára. So, I said to her, what would you think, because I know you don't believe in God, I know you don't believe in the Bible, but what would you think about reading the New Testament, reading the Gospels with me, finding out who Jesus is? Azt mondtam ennek a hölgynek, hogy tudom, hogy te nem hiszel Istenben, nem vagy keresztény, de mit szólnál hozzá, hogyha leülnénk ketten együtt, és elkezdenénk olvasni az Új Szövetséget, elkezdenénk megnézni az evangéliumot, hogy Jézus kicsoda, hogy mit mond róla a Biblia. She said, no, thank you. Válasz erre az volt, nem köszönöm, ebből nem kérek. She said, it's enough that I have you as a Christian friend. Az pontosan elég, hogy te nekem ott vagy, mint keresztény barát. One day, and I prayed and prayed for her, and one day she walks into my house and said this. Én folyamatosan azért imádkoztam érte, és egyik nap eljött hozzám az otthonomba. Becky, I've got some questions for you in the Gospel of Mark or John, I can't remember. És föltette a kérdés, hogy Becky, nekem van egy kérdésem a Márk vagy János, már nem emlékszem pontosan, evangéliumával kapcsolatosan. And I said, oh, I knew it, I knew if I'd keep asking you that you'd want to come. És akkor erre mondtam neki, hogy tudtam, hogyha folyamatosan kérdezgetlek téged, hogy akarsz jönni erre a Bibliára, akkor végre beadod a derekad és jössz. She said, you have nothing to do with it. És akkor mondja nekem, hogy neked ehhez semmi között, tehát én nem ezért akarom, nem ezért tettem fel a kérdést. She said, I was with my lover the other day, and he is Jewish. A egyik nap pont a szeretőmmel voltam együtt, és ő zsidó. And he said, you know, as Jews, we're taught not to read the New Testament, so I thought I would. Tehát azt mondta a szeretőm, hogy tudod, nekünk zsidóknak meg van tiltva, hogy mi az Új Szövetséget olvassuk, úgyhogy éppen ezért arra gondoltam, hogy én olvasni fogom. He said, Jesus is so beautiful. He's wonderful. És azt mondta, hogy tudod, mint Jézus, az annyira csodálatos, bámulatos. I want to find out more of who he is. És meg akarok még többet tudni róla, hogy ő kicsoda. So she says to me, next week, when we get together, among other things, we're going to do a Bible study in the Gospel of Mark. Úgyhogy Becky azt mondja nekem ez a hölgy, hogy na és akkor ez azt jelenti, hogy jövő héten, amikor mi találkozni fogunk, és többek között, akkor az is terítékre kell, hogy elővesszük Márk evangéliumát, és együtt fogjuk tanulmányozni, Biblia óra lesz. I said, if you're going to do a Bible study with him and neither of you have read the Bible, do a Bible study with me. We'll do the study, then you can do the same study with him. And she said, okay. Azt ajánlottam neki, hogy mivel ő is akar erről tudni, mármint a szeretőd, ezért mi lenne, hogyha mi együtt tanulmányozzuk a Bibliát, és amit mi átveszünk, azt te majd továbbadod és elmondod neki, és ebbe beleegyezett.
So we meet at her house, I give her a Bible, I ask her questions about the passage. Úgyhogy az ő otthonában találkoztunk, adtam neki egy Bibliát, és megnéztünk egy részt, és azzal kapcsolatban föltettem neki kérdéseket. I'm not teaching the passage, it's inductive, where I ask questions about the text. Tehát nem én tanítottam az igéről, ez induktív bibliatanulmányzás volt, tehát én csak kérdéseket tettem föl a szöveggel kapcsolatban. All of a sudden she puts her hands over the Bible and said, may I ask you a personal question? És akkor egyszer csak, ahogy így ezt nézzük, a szöveget így letakarja a kezével a Bibliát, és azt mondja nekem, hogy felteltek egy személyes kérdést. I said, yeah, what is it? She goes, do you think the Bible would object if I smoke a little cigar? És föltette a kérdést, hogy szerinted a Biblia az elutasítja azt, hogyha én most rágyújtanék egy cigire? I said, of course not. This is your home. I want you to be comfortable. She lights up a cigar. A cigar, not a cigarette, a cigar. A cigar, cigarillo, as we say. It's a little cigar. Okay, de cigarette, okay. Azt hittem szivarozott, hogy de nem cigizett. Tehát mondtam neki, hogy hát persze ez a te otthonod, érez magad kényelmesen, nyugodtan, ha akarsz, akkor rágyújthatsz. A little bit later she puts her hands over the Bible and said, may I ask you another question? Egy kis idő múlva megint letakart a Bibliát, és azt mondta, hogy föltehetek még egy kérdést. Do you think the Bible would be offended if I had a glass of wine? A Biblia az vajon ellenezni azt, hogyha én most egy pohár bort is iszogatnék közben? I'm very nervous. She nagyon said. Nagyon ideges vagyok most. I said, this is your home, I want you to be comfortable. És mondtam neki, de hát ez a te otthonod, mi itt vagyunk, azt akarom, hogy kényelmesen érezd magad. From that point we met every week. She'd have a cigar in one hand, a glass of wine in the other, and we'd read about Jesus. És ettől a pillanattól kezdve minden egyes héten, amikor találkoztunk, egyik kezébe egy pohár bor volt. I said a bottle of wine. Tehát egy pohár bor volt, meg egy cigaretta. Yeah. És így tanulmányoztuk az igét. Then she would take the Bible study that we did. She'd take my questions, and 2 days later she would do that same Bible study with her lover. És aztán ugyanezt a Biblia tanulmányzást, amin mi keresztül mentünk, megismételte 2 nap múlva a szeretőjével, ugyanazokat a kérdéseket feltette neki, amiket tőlem hallott. He would then write out all of his questions, she'd give it to me. Aztán a férfi leírta az ő kérdéseit, amit aztán a nő elhozott nekem. Based on his questions, I would then choose another passage to study. Az ő kérdései alapján választottam ki a következő igerészt, amit aztán tanulmányoztunk. One day we're reading the passage of the prostitute at Simon's banquet, Luke 7. Tehát egyik nap elértünk a Lukács evangélium a 7. részéhez, ahol a prostituláltról olvasunk, aki ott van Simeon házában. Tears fill her eyes. Megteltek a szemei könnyel. She said, Becky, all my life I have known, I'm so lost. I'm so blind. Azt mondta, hogy egész életemben tudtam, hogy én mennyire elveszett vagyok, és mennyire vak vagyok. And I thought, if there is a God, he hates my lostness. My blindness. És arra gondoltam, hogy ha van Isten, akkor ő biztos nagyon utálja az én elveszettségemet és az én vakságomat. But according to the Bible, if you're lost, Jesus really loves you. De a Biblia meg azt mondja, hogy ha tényleg elveszett vagy, akkor Jézus pont téged szeret. And if you're lost and you know you're lost, you're probably close to the kingdom of God. Can you imagine a woman like me getting close to the kingdom of God? És a Biblia meg azt mondja, hogy ha felismered az elveszettséget, akkor soha nem voltál közelebb a mennyek országához, mint ebben a pillanatban. És el tudod képzelni, hogy én egy ilyen nő, aki én vagyok, közel vagyok Isten országához. Amazingly, the very next day she broke off her relationship with the lover. Számomra csodálatos módon a következő nap hogy szokták ezt mondani? Szakított. Yeah. Nem is ismerem a kifejezést. What'd you say? I didn't know what the right word for breaking off. I don't even know anything special. Szóval szakított, másnap szakított a barátjával. She said to him, I am trying to find out if Jesus is God. És azt mondta neki, hogy én meg akarom tudni, hogy Jézus tényleg Istene. And I can't commit adultery while I'm trying to find out if Jesus is God. És nem tudok házasságtörést elkövetni, miközben én ezen az úton vagyok, hogy őt meg akarom ismerni. If I find out Jesus is not God, I'll be back. Hogyha rájövök arra, ha megtalálom azt, hogy Jézus nem Isten, visszatérek hozzád.
A week later, her husband was, he was a journalist. He was assigned to a foreign country where Christianity can't be practiced openly. Egy héttel később a férjét, aki újságíró volt, áthelyezték egy másik, egy idegen országba, és de abban az országban a kereszténység tiltott vallásnak számított, nem lehetett gyakorolni. So I gave her a children's Bible for her little children. I gave her C.S. Lewis's Mere Christianity, and I prayed. Hát ő, úgyhogy úgy indítottam útnak, hogy adtam neki egy C.S. Lewis könyvet, adtam neki egy gyerekbibliát a gyermekei számára, és imádkoztam érte. A month later she calls me. Egy hónap múlva felhívott telefonon. She said, I've been reading the Bible, the children's Bible, every day to my 5-year-old son. Azt mondta nekem, hogy minden nap olvastam a gyerekbibliából az 5 éves fiamnak. And I said to him, to my son, Mommy is trying to figure out if Jesus is God. És azt mondtam a fiamnak, hogy olvastam, hogy anya most megpróbálja megérteni, megtudni azt, hogy Jézus Isten fia-e. And the little boy said, Mommy, since you've been reading me about Jesus, Jesus came to me. És a kisfiú válasza az volt, hogy anya, mióta olvasol nekem Jézusról, azóta Jézus odajött hozzám. Jesus spoke to me. Jézus szólt hozzám. Oh, mommy, Jesus is exactly who he said he is. Ó, anya, Jézus pontosan az, akinek mondja magát. I listened to that with tears streaming down my face. És csak hallgattam őt a telefonon, és a könnyek elkezdtek csorogni a szememből. And I thought, what kind of God is this that we worship? Milyen Isten az, akit mi imádunk? Milyen ez az Isten? A God who goes to an adulterous bed with people trashing their vows. Hogy oda megy olyan emberekhez is, akik az esküjüket félredobják a házasságtörés oltárán. Hurting everyone around them. És mindenkit mindezen keresztül megbántanak, akik közel vannak hozzájuk. And in this mess, Jesus comes to them. És ebben a zűrzavarban, ennek a kellős közepén megy oda Jézus hozzájuk. And he says, I'm the one you're looking for. Come to me. És azt mondja, hogy én vagyok az, akit kerestek. Gyertek hozzám. Brothers and sisters, that the universe could contain a God of such love and generosity makes me want to rise and sing a hymn. Az, hogy az a gondolat maga, hogy ez az univerzum, ez a világegyetem egy ilyen szerető, ilyen csodálatos Istent tud magába foglalni. Ez arra késztet engem, hogy csak dicsérjem őt. Then I stopped hearing from her. I stopped hearing from her. She stopped. Aztán egy idő múlva már nem hallottam ettől a nőtől, nem voltunk kapcsolatban. I heard that she had had a bad experience and turned her back on God. Tehát, hogy volt egy nagyon, azt hallottam, hogy volt egy nagyon rossz tapasztalata, ami alapján ő hátat fordított Istennek. I tried again and again to get in touch with her, but she would never respond. Megpróbáltam újra és újra felvenni vele a kapcsolatot, de soha nem válaszolt nekem. Then all of a sudden I began to realize that God was telling me pray for her all the time. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy Isten azt próbálja nekem mondani, hogy folyamatosan, kitartóan imádkozzak érte. I said to my husband, I don't even know what continent she's living on, but I know God is doing something. I know it in my spirit and I'm supposed to pray. Mondtam a férjemnek, hogy nem tudom, azt se tudom, melyik kontinensen él ez a nő, de a lelkemben tudom, hogy Isten valamit végez, és nekem imádkoznom kell érte. And then I received an email from her. És ekkor volt az, amikor egy e-mailt kaptam tőle. She catches me up on all the time that we were out of communication. Elmondja az e-mailben mindazt, ami azóta történt vele, hogy mi nem elvesztettük a kapcsolatot egymással. She told me that that 5-year-old boy really did become a Christian and was the only Christian in the family for quite a while. Elmondta nekem, hogy ez az 5 éves kisfia, ez tényleg keresztény lett, hívő lett, és nagyon sok éven át, sok időn keresztül ő volt az egyedüli keresztény a családban. I'm going to read you directly from her email. Most szeretnék idézni az ő leveléből. But Becky, this you now must know. De neked most, Becky, a következőt meg kell tudnod. Thanks to endless discussions with my son, many discussions. Köszönhetően annak a végeláthatatlan beszélgetéseknek, amit a fiammal folytattam. And my indebtedness to your original witness. És köszönhetően annak a tanúbizonyságnak, amit te felém adtál, még az elején, amikor találkoztunk. I have at last
finally surrendered to His grace. Én végezetül az utam végén megadtam magam az ő kegyelmének. Alárendeltem magam az ő kegyelmének. I was blind, but now I see. Vak voltam, de most már látok. I was lost, but now I'm found. Elveszett voltam, de most már megtaláltattam. Oh, Becky, what a great God we worship. Oh, Becky, milyen csodálatos Istent is dicsérünk mi. Do you know how long it had been since I had heard from her? Tudjátok, mennyi idő telt el az e-mail meg a legutolsó beszélgetésünk között? 16 years. 16 év. But we worship a God who never gives up on us. De mi egy olyan Istent imádunk, aki soha nem ad fel minket, soha nem adja fel a velünk való tervét. So my message this evening to you. Úgyhogy ma este az üzenetem számotokra. You must go out wherever your lives are, on campus, in your neighborhoods, you must go out. Bárhol is élsz, iskolába jársz, vagy a szomszédaid között, neked ki kell lépned. With your arms outstretched. Úgy, hogy kinyújtod a körülötted levő emberek felé a kezeidet. With your hearts open. És a szívedet megnyitott feléjük. Knowing that no one is beyond the reach of our wonderful Savior, absolutely no one. És mindeközben tudva azt, hogy senki sincs elég távol Istentől, nincs olyan ember, akit Isten ne tudna elérni. Amen. Amen. I believe that when we hear a message on the cross, we must pray. Én hiszem azt, hogy amikor megértjük, meghalljuk a kereszt üzenetét, akkor imádkoznunk kell. Certainly, one area would be evangelism. És az egyik terület az mindenképpen az evangelizálás. But another area must deal with ourselves being set free from sin. De a másik terület az pedig az, hogy nekünk magunknak meg kell szabadulnunk, szabadoknak kell lennünk. So I'm going to pray for about three or four areas. Most majd szeretnék imádkozni egy 3-4 területtel kapcsolatban. As I explain what I'm getting ready to pray for, if this area is your area where you need prayer, I want you to stand up. Tehát el fogom mondani, hogy mik ezek a területek, és hogyha úgy érzed, hogy ez a terület olyan, ami a te hozzád szól, ami neked szól, és ezzel kapcsolatban imára van szükséged, akkor majd kérem, hogy állj fel. But I want all heads bowed, all eyes closed. Mindenki meghajtaná a fejét és becsukná a szemét. Oh Lord Jesus, how we thank you for grace. Ó Úr Jézus, annyira hálásak vagyunk a kegyelemért. How we thank you that you never give up on us. Köszönjük, Uram, hogy te soha nem adsz fel minket, soha nem hagysz magunkra. How we thank you for your love. Mennyire köszönjük, Uram, a te szeretetedet. Lord, I want to pray now for anyone here who still is carrying shame or guilt because they feel they can't experience your forgiveness. Uram, szeretnék azokért imádkozni, akik még mindig szégyenben és bűntudatban élnek. Ezeket hordozzák magukban, mert nem tudják, úgy érzik, nem tudják megtapasztalni a te megbocsátásodat. They have confessed this sin, but they can't seem to feel cleansed and forgiven. Megvallották már a bűnüket, de nem érzik azt, Uram, hogy meg vannak tisztulva a bűneiktől, nem érzik a bűnbocsánatot. Anyone this relates to, please rise. Hogyha bárki van, akihez ez szól, akkor kérem, hogy álljon fel. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. Oh Lord, I thank you that your promise is when we confess our sin, you cleanse us and forgive us. Uram, köszönöm, hogy ott van a te ígéreted, hogyha mi megvalljuk a bűnünket, akkor te megtisztítasz minket és megbocsátasz nekünk. I thank you that you promise us that as far as the east is from the west, so far do you remove that sin from us. Uram, köszönöm, hogy megígérted, hogy amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzire veted el tőlünk a mi bűneinket. I thank you that the cross is enough. Köszönöm, Uram, hogy a kereszt az elegendő. And you do not want us carrying the shame and guilt. És Uram, nem akarod, hogy a szégyent és a bűntudatot magunkat cipeljük. So my brothers and sisters, I want you in your minds to walk to the cross. Úgyhogy
Testvéreim, szeretném, hogyha most így a gondolataitokban oda sétálnátok a kereszthez. I want you to give Jesus the shame and the guilt. Szeretném, hogyha odaadnátok a bűntudatotokat és a szégyeneteket Jézusnak. In your minds, in your imagination, hand it over to him. A gondolatotokban, a képzeletetekben csak adjátok mindezt and oda let neki. Him take it and throw it away. És engedjétek meg, hogy elvegye azokat tőletek és elhajítsa, messze elvesse. Lord, thank you for cleansing us. Uram, köszönöm, hogy megtisztítasz minket. Thank you that we have buried this with Jesus. Köszönöm, Uram, hogy mindezt mi eltemettük Jézussal együtt. And we will walk in freedom. És köszönöm, Uram, hogy a szabadulásban, a szabadságban járhatunk. You may be seated. Foglaljatok helyet. Lord, I want to pray for those who have been hurt by someone and cannot forgive them. Atyám, szeretnék azokért imádkozni, akiket megbántottak valakik, és nem tudnak nekik megbocsátani. The relationship is hurt in some way, but you still feel angry. You cannot forgive. Hogy a kapcsolat az még változatlanul fájdalmas, és képtelen vagy megbocsátani a másiknak. Will you stand now? Ha ez hozzád szól, akkor kérlek, hogy állj fel. Thank you, Lord. Köszönöm, Ura. Thank you. Köszönöm. Lord, I thank you that you have taught us that you forgive our sins as we forgive those who sinned against us. Atyám, köszönöm, hogy azt tanítottad nekünk, hogy megbocsátod a mi bűneinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. I thank you that it is your desire that we do not carry this poison anymore. Uram, köszönöm, hogy az a te szíved vágya, hogy ezt a mérget, ezt ne hordozzuk tovább magunkban. I thank you that to forgive someone is not an emotion. Köszönöm, Uram, hogy megbocsátani valakinek az nem érzelmekről szól. It's a decision of the will. Hanem ez az akarat döntése. Oh Lord, I pray for my brothers and sisters. Atyám, imádkozom most az én testvéreimért. That in their decision of the will, hogy they most az ő akaratuk döntése alapján. They say, Lord, I forgive. Amikor azt mondják, Uram, én megbocsátok. Lord, we ask you to give us the love that we need. Atyám, for our enemies. Azt kérjük, hogy csak add meg a szeretetet, Uram, amire szükség van ebben a kapcsolatban. We are not going to be the judge, we're going to let you be the judge. Uram, nem mi leszünk a bírák és a bírók, hanem megengedjük, hogy te legyél az. We are tired of carrying around this pain and this anger. Uram, belefáradtunk abba, hogy csak magunkkal cipeljük folyamatosan ezt a haragot és ezt a meg nem bocsátást. We give this to you, set us free. Uram, ezt mind neked adjuk, és kérünk, hogy szabadíts meg. And Lord, the next time the memory comes of what they did and why we're angry. Uram, és a legközelebbi alkalommal, amikor felmerül az emléke annak, hogy mit tettek ellenünk, és feljön bennünk a harag. We will say, oh no, I took care of this on Sunday night. Akkor hadd emlékeztessünk arra, és mondhassuk azt, hogy nem, én ezt már letettem azon a vasárnap estén. Whether I feel it or not. Attól függetlenül, hogy most érzem vagy nem. I forgave them. Én már megbocsátottam. Set us free, Lord Jesus. Szabadíts meg minket, Úr Jézus. You may be seated. Foglaljatok helyet. I want to pray for anyone who is trusting in something other than God. Szeretnék most azokért imádkozni, akik valami olyanban bíznak, ami nem Isten, aki nem Isten. The Bible calls this having idols. A Biblia ezt bálványimádásnak hívja. It means that we're seeking something to give us identity. Ez azt jelenti, hogy valami olyat keresünk, amiben megpróbáljuk megtalálni magunkat. To give us a sense of meaning or purpose. Amitől majd mi célt meg értelmet nyerünk. We're putting way too much pressure on something that can never ever be God. Valami olyanra helyezünk nagyon nagy nyomást, ami soha nem tudja betölteni Isten szerepét a mi életünkben. If you are trusting something and trying to find meaning in something other than God,
please stand. Hogyha te ilyen vagy, hogy valamit keresel, és valami nem Istenen kívül, valami másba helyezed az értékedet és az értelmet, akkor kérlek, hogy állj fel. Father, we thank you that you alone are the only one that can name us. Atyám, köszönöm, hogy te vagy az egyedüli, aki nevünkön szólíthatsz minket. You are the only one who will never leave us and forsake us. Te vagy az egyedüli, aki soha nem hagysz minket cserben. You are the only one that can make us whole. Te vagy az egyedüli, aki teljessé tudsz minket tenni. Lord, we give you this idol. Atyánk, mi most odaadjuk neked ezt a bálványt. We repent of this idol. Megbánjuk, Uram, meg ezt a bálványimádást. And Lord, would you put in its place in our hearts a deep, deep love for you? Uram, csak azt kérjük, hogy egy nagyon-nagyon mély szeretetet helyez a szívünkbe te feléd. Holy Spirit, fill us afresh with your love. Szentlélek, kérjük, hogy újra tölts meg minket a te szereteteddel. So we can find our peace and joy in Jesus. Hogy hadd találjuk meg a békességünket és az örömünket Jézusban. You may be seated. Foglaljatok helyet. The last thing I want to pray for is for those who feel they need courage and help in evangelism. Az utolsó dolog, amiért szeretnék imádkozni, vagy akikért szeretnék imádkozni, azok, akiknek szükségük van bátorságra az evangelizálásban. You want to be able to have greater courage and speak more effectively about your faith in Christ. Aki szeretne bátor lenni és bátran hitéről bizonyságot tenni az embereknek maga körül. Oh Lord, you see my beloved brothers and sisters, and they love you. Uram, te látod az én kedves testvéremet, és látod, hogy mennyire szeretnek téged. They want to be effective servants for you. Uram, ők nagyon hatékony, nagyon jó szolgáid akarnak lenni. Lord, my first prayer is you will open their eyes and show them who you have called them to be a witness to. Uram, szeretném először azt kérni, hogy nyisd fel az ő szemüket, hogy meglássák, hogy minek a tanúivá hívtad el őket. I pray that you will fill them with your love for these people. Arra kérlek, Uram, hogy töltsd meg őket a te szereteteddel az emberek felé. I pray that you will fill them with confidence, faith and effectiveness. Uram, adj nekik hitet, és adj nekik belső bizonyosságot, magabiztosságot, és add, Uram, hogy hatékonyak legyenek. Help them to not make it so difficult. Uram, add, hogy ne bonyolítsák, ne tegyék nehézzé ezt az egészet. But to share the gospel and their very lives. Hanem, hogy csak az életkön keresztül egyszerűen megosszák a jó hírt. Fill them afresh with the Holy Spirit. Give them power. Atyám, töltsd meg őket a te lelkeddel, és add nekik, Uram, a te erődet. And for all the people that they are thinking of in this room with just about everyone standing. És Uram, mindaz, aki majdnem mindenki, aki fölállt itt a teremben. We pray for these non-Christians, Holy Spirit, open their eyes. Uram, imádkozunk minden nem keresztényért, hogy nyisd meg az ő szívüket. Make them see the pointlessness of life without God. Uram, hadd lássák meg a szemeikkel, hogy mennyire értelmetlen az élet Isten nélkül. Lord, we pray that what we will see on the streets of Budapest are people who begin smiling in joy because they've met Jesus. Uram, azért imádkozunk, hogy legyen minél több ember itt Budapest utcáján, aki mosolyog és akinek öröm van a szemében azért, mert találkoztak Jézussal. Oh, how we love you and praise you. Ó, Uram, mennyire szeretünk téged és dicsérünk téged. In Jesus name. Jézus nevében. And God's people said. És Isten emberei mindannyian mondják. Amen. Amen. God bless you. Isten áldjon titeket. Thank you for letting me come. Köszönöm, hogy jöhettem és megoszthattam ezt veletek. Tudom, hogy már az estének a nagy része eltelt, de azt hiszem, dicsőítsünk még egy kicsit. Hogyha van még egy kicsi időtök, akkor még egy ideig maradjunk Krisztus keresztjénél, dicsőítsük őt, ha mennetekkel, akkor
menjetek halkan, megpróbálunk halkan zenélni, most dobok meg elektromos gitár nélkül, de, de a lényeg az az Isten, akit dicsőítünk, szóval. Jöjj, szentek szentjében, jöjj az ő jelenlétében, a bárány Jézus vérén áll. Imádd Isten a trónján szent kezeket.
Halleluja, bűneim lemosta már. Hogy itt állunk előtted, drága úrunk, Jézus, királyunk, mi meghajlunk előtted, és tényleg, Uram, minden száj elnémul. Nem a félelemtől, hanem az ámulattól és csodálattól. Uram, tényleg Te vagy az Isten, és mi vagyunk az emberek. És ahogy a Prédikátor könyve is mondja, hogy jobb, hogyha mi szavunk csak kevés. Mert Te vagy az Isten, és mi csak emberek. Uram, mi áldunk és magasztalunk Téged ma este, és köszönjük a keresztedet, az új életnek a lehetőségét, Uram. Köszönjük azt, Uram, hogy megmenekültünk a pokoltól, a haláltól, a reménytelenségtől, attól, hogy az életünk egy elveszett, egy megtört, a semmiből a semmibe menő élet legyen, hanem helyette élhetünk örökké, Uram. Ma este nincs másért áldani Téged, hát ezért áldunk, ezért áldhatunk örökké, Uram. Megbocsájtottad a bűnünket, Uram. Köszönjük azt, Uram, hogy ma ezt olyan különlegesen megmutattad. Kegyelmednek, a szeretetnek, szeretetednek az erejét. Én köszönöm, hogy pont ezt kértük, ahogy elkezdődött az alkalom. Hogy mutass meg valamit még mélyebben, még különlegesebben. Uram, áldunk azért a szeretetért, magasztalunk Téged. Tedd ezt élővé, tedd ezt égővé a mi szívünkben, hogy csak túláradjon, Uram, belőlünk, bármerre járunk. Bárkivel találkozunk, csak túlcsorduljon az Isten szeretete és kegyelme, a reménység, amit benned lehet találni. És együtt könyörgünk, Uram, tekints le erre a világra, ami körülöttünk van, Uram. Irgalmazz nekik, használj bennünket, hogy megismerjék azt, aki Te vagy, Uram. Ragyogtasd föl a Te dicsőségedet, Uram, a mi arcunkon, Uram, hogy az emberek ránk nézve meglássanak Téged, Uram. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük ezt a kiváltságot, hogy érted élhetünk, hogy veled élhetünk. Köszönjük Neked, Uram, Jézus nevében. Amen. Amen. Amen, és nagyon, nagyon köszönjük, hogy itt volt Becky, és hogy ti is itt voltatok. Jövő héten találkozunk. Isten áldjon benneteket, hogyha akartok Bekivel pár szót váltani, talán még itt lesz egy kis ideig. Van egy találkozója is, szóval nem tudom, hogy mennyi ideig lesz itt, de azért talán egy kis ideig itt van, és szívesen fogad bárkit aztán. Maradjatok, ameddig akartok. Hogyha szeretnétek még imád kérni, beszélgetni, Szilárd is itt lesz, én is itt leszek még. Isten áldjon titeket, jövő héten találkozunk. Sziasztok!